Füstölnek a kémények, a legtöbb házban már fűtenek. A kormány még 2011-ben indított szociális tűzifa programot, annak érdekében, hogy több száz millió forinttal segítse azokat a településeket, ahol 5000-nél kevesebben élnek. A támogatásra Kálós Emén is pályázott. Az idejében több mint 600 köbméter szociális tűzifára adtunk be pályázatot. Az elmúlt évek során, hála Istennek, mindig pozitív elbírálást nyertek ezek a pályázatok. Tavaly évben több mint 260 köbméternyi kemény tűzifát tudtunk a helyi lakosoknak kiosztani, 335 családot 6 mázsánként tudtunk támogatni azért, hogy a tél az könnyebbé váljon nekik. A támogatásra szeptember 30-áig jelentkezhettek az önkormányzatok. Országos viszonylatban 2291, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből pedig közel 200 pályázat érkezett a belügyminisztériumhoz. Jelen pillanatban a pályázatok előszűrése, elővizsgálata folyik. A Magyar Államkincstár, aki megvizsgálja azt, hogy a pályázatok megfelelnek-e a kiírásnak, szabályszerűek-e. Ezt követően a szabályosan benyújtott pályázatokat fogjuk mi elbírálni. Van egy tulajdonképpen már évek óta bevált rendszer, egy szisztéma, ami alapján ezt végezzük. Így elérhető az, hogy minden szabályos pályázatra tudjunk támogatást adni. Nyilván függ attól, hogy mekkora a támogatás összege, hogy egy adott település szociális ereje, egy adott településen élő jövedelem viszonyai milyenek. Idén összesen 3 milliárd forintot osztanak ki a települések között. Tavaly 180 ezer családnak segítettek a szociális tűzifa programmal. Az önkormányzatoknak egyedül a fa szállítási költségét kell kifizetni. A fának a megérkezése az folyamatos, én úgy gondolom, ezt követően az önkormányzat egy rendeletet alkot, tehát maga a képviselőtestület, melyre pályázatot nyújthatnak be a helyi lakosok, ezt követően a Szociális Bizottság véleményezés, a képviselőtestület pedig dönt, ezután pedig a kiosztás következik, természetesen mindenkinek helybe, a saját lakhelyére kiszállítjuk a szükséges mennyiséget. Nem csak az országos pályázatra számíthatnak a rászorulók, az önkormányzatok saját szociális keretükből is segítik a családokat.